A félreérthető kar mozdulatáról elhíresült Ózdi jobbikos alpolgármester nem integetett, mert nem is volt kinek, állítja korábbi pártársa, aki ott volt a lengyelországi eseményen, ahol a fotó készült. Közben Hatházi Ákos híradónknak azt mondta, a következő kormányban azoknak a visszaéléseknek is következményük lesz, amelyeket az ellenzéki oldalon követtek el. Egy korábbi pártása szerint nem felel meg a valóságnak, hogy a város jobbikos alpolgármesterének náci karlendítésre hasonlító mozdulata integetés volt. Ezzel védekezett ugyanis Farkas Péter Barnabás, amikor a róla készült fotóról kérdezte az ATV.hu. Én azt gondolom, hogy ez a mozdulat abszolút nem félreérthető. Már csak azért sem, mert magam is személyesen jelen voltam ezen a hogyubi találkozón, tehát Farkas Péter Barnabás nem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy tömegnek integetett, semmiféle tömeg nem volt abban a kiállító teremben. A képviselő szerint Farkas Péter Barnabás méltatlanná vált hivatalára, ezért rendkívüli testületi ülés keretében vele szemben bizalmatlansági indítványt terjeszt majd elő. A botrány hatására a Momentum megvonta a támogatását az Ózdi előválasztás jobbikos jelöltjétől. Szerintem ne nézzük egymást hülyének, én ezt a Jobbiknak is elmondtam. Ha valaki megnézi ezt a képet, ez egy náci karlendítés, ez minden kétséget kizáróan a mi álláspontunk, úgyhogy nem tudjuk támogatni ezt az embert Ózdon. Az MSZP felszólította az ózdi jobbikos politikust, lépjen vissza a választókerületében és távozzon végleg a közéletből. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a holokauszt központba invitálta Farkas Péter Barnabást, és arra kérte, nyilatkozzon egyértelműen, hogy nem számít a szélsőséges eszméket vallók szavazataira. A meghívásra már reagált Farkas Péter Barnabás, azt írta, örömmel elfogadja, viszont hozzátette, nem kíván magyarázkodni, de semmilyen bántó, kegyeletsértő vagy gúnyolódó szándék nem volt benne. Nem szabad megüzenni azt, hogy a mi oldalunkon szőnyeg alá seprünk dolgokat. Közben Hatházi Ákos híradónknak cáfolta zuglói ellenfele az MSZP-s Tóth Csaba tegnapi állítását, hogy a független képviselő célja tulajdonképpen az ő legyőzése, nem pedig a kormányváltás. A következő kormányban akkor is következménye lesz a dolgoknak, hogyha azt esetleg a mi oldalunkon követik el. Zuglóban nagyon sok hibás és rossz döntés történt, Zuglóban nagyon sokszor kompromisszumot kötöttek a korrupcióval, ezek tények, ezeket nem én mondom, hanem a független sajtó tárta fel, és ennek következményének kell, hogy legyen. Tóth Csaba esti műsorunkban azt hangsúlyozta, hogy vagyonbevallásai nyilvánosak, nem az övé a Hatházi Ákos által firtatott gyártelep. Az én vagyonbevallásom az teljesen transzparensen, 10 éve vagyok országosi képviselő, minden évben benyújtottam, a magánvagyonom az teljesen egyértelműen látható. Egy olyan vagyonelemet keresett rajtam valaki, ami nem is az én tulajdonom. Tóth Csaba tisztességes eszközökkel folytatott kampányra hívta fel előválasztási vetétársát.